Sziasztok, itt vagyunk ismét a Super Sim Challenge következő részében, és innen folytatom. Ugye abba hagytam, most egymás után három videót is csinálok itt egyből, mert szeretnék hetente több Super Sim videót is kitenni. Hogy haladjunk ezekkel a dolgokkal, magával a sorozattal. Na, szóval, ott tartottunk, igen, még mindig szegény, még mindig átkozott. De egyébként nem tudom, mi ez az átok, szóval, hogy nem tudom, szóval, hogy valami nagyon átok, még mindig rajta van ez az átok, nem baj. És még egy harcot kéne meg vele, és ha megnyernénk, az tök király lenne. Vagy vele nem tudunk. De tudunk vele is. Majd meglátjátok, ugye, amit már látjátok, majd ezzel a részre már látni fogjátok, hogy több videót teszek ki egy héten ebből is. Itt van a másikból is, majdnem minden nap teszek ki videót. Ha egy kicsit nektek ez sok, akkor írjátok meg. De úgy gondolom, hogy így haladunk csak a sorozattal, mert túlságosan elhúztam már ezeket. És most átjön ide. Most megölelte. Jó, hát. Tehát arról volt szó, hogy harcolunk, nagyon mennek harcolni közben. Ó, most itt fognak, de jó, olyan, hogy mindig máshol. Hát legalábbis mostanában, hogy mi a be. Hol vagy? Ügyes legyél, te vagy a harcok mestere, én azt gondolom. Én biztos vagyok benne. Hogy ez neked sikerülni fog, hogy ez menni fog. Igen, igen, igen! És igen! És akkor ezzel meg is volnánk, és gyors egy mentést. Ezer bocs, de muszáj mentenem, mert attól félek, hogy aztán leáll a rendszer, akkor itt kilép, és akkor ennek vége van. De jó, akkor most már mit kell csinálnunk? Ez megvan. Akkor most már el kellene érni a három, és az előbb láttam, hogy ettől, mintha tudnánk receptet kérni? Vagy csak adni tudunk receptet? Aha, nem. Nem adunk receptet. Fú, de benne van! Micsoda átéléssel csinálja! Hát minden megőrülök. Jó, akkor... tréningeljünk, és akkor hátha utána még tudunk kérni ilyen recepteket. Nem is tudom, hogy hol ó, egész jól fönt vagyunk ahhoz már. 5-7 óra. Ó, de kaptunk egy kaját tudunk most, tehát mostantól tudunk kaját varázsolni. Jó. Hát, főzni is tudunk. De hát ez is jó, hogyha tudunk varázsolni kaját. Hát ugye megint esik az eső, miért is ne? Éhes, ne, ne! Nem, mert mondjál, főzni fogsz. Először is ezt letakarítod. Mert te annyira mesteri szakás vagy, hogy te csak akkor fogsz. Zöldséges palacsintát csinálsz utána. Mennyi időd van még? Jobbá, át kell állítsam. Ajaj, gyorsan. Étel. Akkor ötös szinten vagyunk, mert hogy azt írt, hogy ötös. De jó, most fogunk eldönteni. Hú, várjatok, most kell eldönteni, hogy mi legyünk, és ha jól tudom, akkor a mixerkedést kell választani, de mindent. Azért, mert a kulináris karrier 8-as szintjét kell elérni, azt el tudjuk úgy is érni. Közösségi eseményen kell részt venni, viszont itt van tán az, hogy jelentkezni kell a mixer állásra. Aha. Jajaj, ezt így nem tudom, hogy lesz majd. Jó, akkor most ezért elveszett egy. Nem, visszarakta. Teszed le?
Teszed? Ez mi volt? Miért jött ez föl? Jó. Ingyen tételt főzöl. De jó, ezzel is megy fel egy kicsit a varázslatja, ez nem bánom egy percig se. Na nézzük, miket tudsz még csinálni mondjuk. Csinálj egy Sim sajtortát, Sim City sajtortát konkrétan. És menj, 3 óra, oké, az jó lesz. Jó lesz, és szerintem teljesíteni is fogjuk addig. 50%, általában egy torta az is elvisz egy 50%-ot, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is lesz. Ez a szőnyeg, ez kb. 28 milliószor ide-oda pakolgatom. Aj, nem tudom. Úgy azt teszem, hogy ezek a tolk, amiket itt vannak például, hogy ezek amúgy érnek pénzt? Aha, 30-at, aha. Jó, hát ezeket is szerintem így eladogatom, mert tök feleslegesen van itt. Ú, azonosítatlan gyümölcsöt nem adunk el, mert az kell nekünk. 7-es szintre értünk. Homár tortáint és homár termidort tud csinálni, és 1 óra múlva kell mennie dolgozni. És meg kell lennie ennek, muszáj. Tök jó hangulatba fog elmenni, te amúgy tökre volt. Sőt, magabiztos is. És magabiztos. Miért nem inspirált vagy? Na ne szórakozzatok, na azért. És ezt most 8-as szintre értünk. Tehát ilyen 7-esből is teljesítettük, jó. Aha. Na és mehet is dolgozni, jól van. Fú, gyerekek, ez most kicsit izgalmas, mert ugye most kell tényleg eldöntsem. Oké, akkor átváltunk erre. Igen, és akkor most ugye mix chef vagy mixer, hát a jutalmak közé tartozik, hogy egy képesség, amivel jobb minőségű tortákat tudsz sütni, hát igen, de nekünk mixernek kell lennünk. Jutalmak közé tartozik, egy képesség, jobb minőségű italokat tudsz készíteni. Az a jobban keresnénk, de nekünk ez kell. Szuper! Nagyon jó. És nem is tudom, hogy itt ilyenkor át kell menjek erre is? Nem, 6-os. Majd amikor 8-as szinten leszek. Oké. Okay. Mixerkedni kell utána, mixerkedünk. Ja, meg lesz a 7-es is. Italfőnök amúgy tök jó. Öt kiváló minőségű italt kéne készítsünk. Na nézzünk, készítsünk italt. Öt kiváló minőségű. A szikrázó víz, nézzük meg, az most kiváló minőségűnek számít? Vagy mondjuk a bor. Igen. De szívsz, aztán tudsz. Jó, akkor legyen még egy víz. Hova tett? Ide tett. Hát ez jó volt. Jó. 2, 3. Figyeljetek, ezt így kell csinálni. Olyan szikrázó vizet teszek mindjárt megint bele. Három, és akkor még 2-t. Na jó, van, akkor legyen egy ilyen kantúr pomádéja. Na, mit tudjam még csinálni?
Egy ilyet mondjuk. Legyen már egy normális. Nem mondjuk azt, hogy túl könnyen kapta meg. Hát ez nagyon könnyű volt, ez nagyon jó volt. Jó, akkor itt meg ezt fogsz kapni helyette. És el tudjuk adni a vizeket is, hát ez tök jó. Na jól van, nézzük, hogy állítunk. Mixelkedés, jártaság, egyébként, hogyha fölvennénk most a 10-esre, akkor ezt meg is csinálnánk. Úgyhogy akkor lehet, hogy most ezt így elkezdem gyakoroltatni. És akkor hadd menjen föl, legalább akkor ez meg lenne. Ez tök jó lenne egyébként. Hogy végre ez. Ez egy. Jó. És akkor addig gyakoroltatnám, hogy nem kell mennie dolgozni. A 9 óra múlva kell mennie dolgoznia. Italokat készített, azt teljesítettük a szintet is, úgyhogy már csak tényleg dolgoznia kell menni. Hát lehet, egy kicsit magányosnak tűnik majd így, de hát ez van. De valószínűleg ezt a részeket majd én ki fogom vágni, és akkor hagyom, hogy fölmenjen a 10-esre. Vagy hanyasra? 10-esre, igen. De mondjuk a munkája során is fölmegy a 10-esre. Ó, levelet kapott közben. Meg kell fizetni a számlákat. Ó, nem is drága, 739 a számla. Igazán nem drága. Ehhez a házhoz, ennél ugye nyilván majd egyszer építünk neki egy sokkal nagyobb házat. Vagy puccos helyen. Na, mindjárt eléri a 8-as szintet, igen. Oké, akkor menjél, fizess ki a számlát, addig is jelöbb jársz egyet. Oké, más levél nem jött, ugye? De eljött valami. Mit gyűjtöttél be? Aha, hiteles. Gyere, akkor hitelesítsünk. Még van annyi idő szerintem. Mennyi ideje van még? 5 óra, akkor gyors átváltom. Valamilyen kicsit változatosabban, de mindegyik ugye, hát sajnos ezekről szól, ezeket így kell tudni csinálni, vagyis konkrétan nem tudok, tehát most nem tudom, el is vihetném majd őket. Nyilván lesznek izgalmasabbak, amikor majd megyünk megcsinálni, még nem csinálta meg ugye az óceánost, megyünk majd régészkedni, ugye majd még mehetünk tovább régészkedni. A Strangerville is tök jó lesz szerintem, és így izgalmasabb, ez nagyon-nagyon veszélyes. Nekem az egyik szívem meghaltott egyszer. Úgyhogy ez egy kicsit, attól egy kicsit félek, hogy őszinte legyek, de majd, mivel már tud varázsolni, nagyon-nagyon fel fog minden neki vinni, és akkor majd nagyon által sikerülni fog, meg majd megpróbálom nagyon jó lenni. Jaj! Ja, visszaküldtem, és még elemezi. Nagyon durva. Tehát konkrétan a semmit elemezi. 2 óra múlva úgyis mennie kell neki. Nem. Nem számítam úgy, de azért, mert szerintem így visszaküldtem. Na mindjárt jó, visszaállítom akkor a életcélt az ételre. Oké. Okay. És hova mész? Beszélj a növényhez. Miért kell neked a növényhez beszélni? Inkább nézzük meg, hogy mi új. Ez itt... Ja, most esik a... Aha. Jó. Adja el mindet. Addig. Szerintem mire adod, addigra már mehetsz is dolgozni. Na, mennyivel jobban néz ki. És elértük a 10-es jártassági szintet. Hú, de jók vagyunk, hú, de jók vagyunk.
Múzeum támogatója egyébként. Aha. Hát ez még nem pedig. Ez mondjuk megvan. Így egy jó régészeti jártasság könyvet. Adjon elő sikeres régészeti előadást. Hát azt úgy nem tudom, hogy hogy fogjuk, de majd kitaláljuk, hogy hogy lesz. Valami ez számított egynek, és nem értettem most. De hát már csinálta, nem? Nem fejezte még be, igen. De valamiért mégis már meg egynek, vagy pedig az előzőt számoltam, majd kiderül. Hú, ez kemény volt. Meg az jutott eszembe, hogy ugye mielőtt az a se nem alszik, se nem izé, meg stb. Az jutott eszembe, hogy mi az, amitől, hogy tutira, ez az újraformáló. Újra lehet állítani. Senkire nincs szüksége. A pénzfa, ugye azt meg lehetne venni. Akkor nagyon sok pénz, de is már sok pénzünk van. Szuper növény szeretők. A tudószi meg minden jártasságot. Nem, azt még nem akarunk. Hát ő általában sose feszült. Aha, legyen egy ilyen csábító. Lehet, hogy nem ártana ezt így meg. Kreatív, ez már megvan. Független. Lassabban csökken. Aha, de most pár mixer. Csók király. Fejlődik a karizma jártasságuk minden csókkal. Hát lehet, hogy ez se ártana. Jó, a többit meg majd. Úgyis ezeknek is meg kell lennie. Küld vissza. Jó, és akkor mi van még itt? Nézzük. Van még itt, úgyhogy lehet még. Van még egy, úgyhogy szerintem elég lesz ennyi. Mármint, hogy nem kell elmenni. Már nem tudom, mi van utána. Ja igen, ez a... Hát szerintem ez a tarts előadást, meg 10-es régészeti szintet. És nem tudom, hanyasnál tartunk. De szerintem megvan neki a 10-es. Aha, megvan, az úgy rendben van. Már sok minden megvan neki egyébként. Ha szint szerint nézem, akkor régészet, festészet, szalvadóra, a főzés is nem soká meg lesz, az erőnlét, mixerkedés, ezek mind meg lesznek hamarosan. Lehet, hogy ez alapján kéne mennünk, hogy ezeket gyorsan megcsinálni, mert akkor itt gyorsabban fejlődne. No. Ah, lehet nem. Visszaküldjük. Ah, lehet, hogy akkor tényleg az, amit csak ő ásott ki. Van még itt, nem menjél el. Mennyit ér? 250. Ó, és megvan! Megvan! Tedd el. De jó! Oké, és akkor így egy jó régészetét. Azt mondja, hogy hogy kell írni? Na, írja egy jó régészeti jártasságkönyvet. Őskori nem retorika. Dino kontra UFO lesz. Még megvárom, míg megírja. És akkor itt szépen majd lassan elbúcsúzunk, mert szerintem, hogy egyelőre ennyi elég itt majd, hogy...
Na, itt van egy barátunk pont, akkor még lehet ezt is meg tudnánk csinálni. Bocsi, majd sok vágás lesz, és akkor majd egy kicsit megpróbálom rövidíteni ezt a részt. Ez nem fal megtelt. Ötösszín, nagyon jó. Ez közben ez is megy. Úgy látszik, hogy beindult a szívem valamiért, most már kezd fejlődni, és ennek borzasztóan örülök. És ezt tudjátok, miért van egyébként, mert hogy most már nem foglalkozunk a járt, vagy a szükségleteivel, és most már a jártasságra teljes erőből tud koncentrálni. Na, mindjárt megint iszunk. És azt is teljesítettük. Nagyon jó. És akkor azt mondja, hogy neki kell elmondani. Várjál. Ezt hogy is van? Várjátok. Hogy régészeti előadást tartsz egy barátod számára. Ő a barátunk, úgyhogy már csak ja, de nem neki. Miért neki? Hát ő van itt. Ah, ez a szőnyeg, ez megőrít. Gyere, öleld meg, tök rendes vagy, hogy itt vagy. Gyere, ne menj el! És elmegy. Na, utoléled még? Hát, ha tudunk neked, mert jóba vagyunk veled, úgyhogy bízom benne, hogy veled még tudunk. Igen. Oké, és akkor neked megpróbálunk, Katrina, elmondani neked egy nagyon jó kis... Hát... Na, beszélgess az ősi történelemről vele. Na ez annak számít olyan? Nem, közben elment. De azért meséld el neki. Ah, hát ez így nem jött be. Jó, akkor szerintem ezt a részt, jó, akkor szerintem ezt a részt itt fogom abbahagyni, és akkor a következő részben fogjuk ezt a sikeres régészeti előadást előadni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha ezt a részt megnéztétek, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!